Kertváros jön az ÖP-nél, a terület képviselője ül be a pécsi közgyűlésbe. Közel 1 milliót kerestek az unokázós csalók, akár 7 évet is kaphatnak az elkövetők. Gyermek, ifjúsági és családi programok 5. alkalommal rendezték meg a Kertváros napot. Minden városrésznek van már fitnessparkja, a sportiskolában is átadták. Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják. Új képviselő foglalja el az Összefogás Pécsért Egyesület közgyűlési székét áprilistól. Varga Péter váltja a Vicce Csillát. Az új képviselő Kertvárosban volt az ÖPE legjobbja az önkormányzati választáson, ezért került be a testületbe. Eddig Pécs kelet, a belváros és a Mecsek oldal, most pedig a Kertváros képviselője vesz részt az önkormányzati munkában jövő év júliusáig. Utána a nyugati városrész delegáltja foglalhatja el a helyét. Bemutatkozott az Összefogás Pécsért Egyesület új városi képviselője. A 48 éves Varga Péter gépész pedagógus, lakóépületi képviselő, lakásszövetkezet felügyelőbizottsági tagja. Áprilistól kezdi meg városházi munkáját. Kertvárosi képviselőként kiemelten fontosnak tartom a városrész fejlesztésének elősegítését, az itt élő sok ezer lakos hétköznapjainak komfortosabb áttételét. A kertvárosi szövetkezeti és társasházi épületek korszerűsítésének elősegítését szeretném folytatni. Ezt elsősorban energetikai megtakarítást eredményező beruházásokban. De a kertvárosi közösségi terek, játszóterek fejlesztését is szorgalmazza az új képviselő. Javítana a városrész és a belváros közötti gyalogos, illetve kerékpáros közlekedésen. Fontos a civil szervezetek képviselete a városi közgyűlésben, mondja az ÖPE másik képviselője. Minden városrészben kerestük a civil szervezetekben ténykedőket. Kertvárosban még nincs olyan sok civil szervezet, talán a jövőben gyarapodik a számuk. A legnagyobb minden esetre a Kertvárosi Lakásszövetkezet, közel 4000 lakásban élő emberek ügyes-bajos dolgait próbálják meg megoldani és képviselni. Az ÖP-nek két képviselői helye van, amit listán szerzett. Az egyik mandátumot mindig más tölti be. Elsőként a keleti város részt, majd a belvárost és a Mecsek alját képviselték. Most Kertvárost 15 hónapon keresztül. Megtorpanhat a turizmus dinamikus fejlődése, ha tovább súlyosbodik a munkaerőhiány, ezért a piaci szereplőknek béreket kell emelniük. Hangsúlyozta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének március végén újonnan megválasztott elnöke. Könnyed László elmondta, a szállásszolgáltatás áfájának 18-ról 5%-ra csökkentése megtérülne a költségvetésnek, miután a cégek a fizetések fejlesztésére és elmaradt beruházásaik pótlására fordítanák a többletet. Hatékonynak bizonyulhat, új munkahelyeket is teremtene, és végső soron nagyobb adóbevételeket eredményez az államkasszának, tette hozzá. Az elnök szerint versenyképességük érdekében meghatározó lenne ez a lépés, és úgy tűnik, a döntéshozók nyitottak erre. Közel 1 millió forintot szereztek egy hét alatt azok az úgynevezett unokázós csalók, akikkel szemben most emelt vádat a komlói járási ügyészség. A médiában hallotta két pécsi férfi tavaly áprilisban arról, hogy országszerte számos településen úgynevezett unokázós csalás néven elhíresült bűncselekményeket követtek el. Ezekből a tettesek jelentősebb összegű jogtalan haszonra tettek szert. Ekkor a két férfi megállapodott abban, hogy Pécset és Komlón, illetve a közeli településeken élő idős személyek sérelmére a médiában hallottakhoz hasonló módon követnek el bűncselekményeket. 6 esetben jártak sikerrel, ezután kapták el őket. Telefonkönyvekből keresték ki áldozataik számát azok az unokázós csalók, akik ellen most emelt vádat a komlói ügyészség. Előnyt élveztek az özvegy előtagú nevek, illetve a férjezett nevek. Róluk feltételezte a két férfi, hogy idősebb, egyedül élő nőkről van szó. Ezeket a személyeket fölhívták, és magukat az unokájuknak adták ki. Elmondták, hogy közlekedési balesetet szenvedtek, a helyszínt nem tudják elhagyni, viszont kárt okoztak, amelyet azonban rögtön ki kellene fizetni. Elmondták azt is, hogy
ők nem tudnak megjelenni, a rokonnál viszont egy ismerősüket, barátjukat el tudják küldeni. Ezután megjelentek a sértetteknél, ahol már várták őket pénzzel. Itt különböző, már előre kialkutott összegeket vettek át. A két férfi egy hét alatt összesen 6 sértettet csapott be, és alkalmanként mintegy 100-200 ezer forint közötti kárt okoztak. Közel 1 millió forintot szedtek össze ezzel a módszerrel egy hét alatt. A vádlottak cselekménye többrendbeli, a csalásbüntet minősített esetének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmények közül a legsúlyosabb büntetési tétele 5 évig terjedő szabadságvesztés. Borotva pengéket lopott egy férfi az egyik pécsi hipermarketből vasárnap, írja a polisz.hu. A 38 éves gyanúsított eltávolította az áruvédelmi eszközt a pengékről, és a nadrágjába rejtette azokat. Azonban a kijáratnál a biztonsági őrök megállították és hívták a rendőröket. A férfit előállították és kihallgatták gyanúsítottként, ahol a bűncselekmény elkövetését elismerte. A pécsi rendőrkapitányság lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást. Idén 5. alkalommal rendezték meg a Kertváros napot Pécsen. Az eseményen zenés, táncos produkciókkal, családi és ifjúsági programokkal készültek a szervezők. A rendezvényen a látogatók megkóstolhatták a Kertváros nap tortáját is, emellett pedig számos program biztosította a közönség szórakozását. Rögtön egy látványos táncprodukcióval kezdődött szombaton a Kertváros nap. Az idén 5. alkalommal megrendezett eseményen gyermek, ifjúsági és családi programokkal készültek a városrész lakói számára. A hétvégi hűvösebb idő ellenére pedig sokan kilátogattak a rendezvényre. Még nem voltunk, az az igazság, most vagyunk először, kertvárosiak vagyunk. Gondoltuk, hogy itt álljunk. A programok között szerepelt katasztrófavédelmi bemutató, a legkisebbeknek játszóház és ugrálóvár, de kis állatokat is simogathattak a gyerekek. Az esemény egyik fénypontja a Kertváros nap tortájának szeletelése, illetve kóstolása volt. A színpadon folyamatos zenés-táncos produkciók zajlottak. A mára már hagyományossá vált Kertvárosnap egy olyan kezdeményezés miatt indult, melynek fő célja az volt, hogy ne csak a belvárosban rendezzenek ilyen jellegű programokat. Már elmondhatjuk nyugodtan, hogy várják a Kertvárosnapot a kertvárosiak, sőt már odaig jutottunk, hogy várják a Kertvárosnapot a pécsiek, úgyhogy nem csak a Kertvárosban élőket tudtuk most arra már összefogni és összehozni, hanem a pécsiek is természetesnek tartják, hogy ha szórakozás van a városban, akkor az nem csak a belvárosban lehetséges, hanem akár itt a Kertvárosban is. Az Egészségünkért és Környezetünkért Egyesület szervezésében lezajlott eseményen vetélkedőkkel is készültek a résztvevőknek, így számos program biztosította a különböző korosztályok szórakozását. A sport teljesítmény és az egészség területén indított projektet a Pécsi Tudományegyetem. Ennek célja egy olyan hiánypótló kiválósági központ kialakítása, melynek központjában a sport teljesítmény és az egészség áll. A február 1-ével elindult kutatás és eszközbeszerzési projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 4 év alatt összesen 1,41 milliárd forintból. A kutatások a sporttevékenységek egészségmegőrző kutatásainak vizsgálatán keresztül a magyar sport teljes körét kiemelt figyelemmel az élsportot szolgálják. Több száz laboratóriumi körülmények között és pályatesztek során elvégzett teljesítménydiagnosztikai mérésre, valamint biológiai minták molekuláris szintű feldolgozására kerül majd sor a projektben. Az így nyert információkkal nagy pontossággal feltérképezhetővé válik a sportolók teljesítménye. A Széchenyi Sportiskolában is átadtak egy fitness parkot, így már minden pécsi városrészben van egy ilyen kültéri edzőterem. A beruházáshoz a forrást a Magyar Olimpiai Bizottság adta egy pályázatnak köszönhetően. A város sportegyesületei közül a PSN ZRT, a Multialarm SE és a PVSK sportolói és edzői is ellátogattak szombaton a Széchenyi Sportiskolába. Az eső miatt a sportági bemutatókat a tornateremben tartották. Szerettük volna a kondiparkunk átadási ünnepségét egy kicsit vidámabbá tenni, és ezért egy családi egészség és sportnapot tettünk köré, ami akkora megmozdulásán nőtte ki magát, hogy több mint 18 partner vesz részt ezen a rendezvényünket, nagy örömünkre.
Az új fitnessparkot nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusok is várták már. Terveik szerint ők is használják majd a kültéri gépeket. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák lesznek az elsők, akik megmutatják. Mondjuk a humán szakosoknak biztos, hogy a testnevelő tanároknak meg kell, hogy mutassák, hogy a gépeket hogyan kell használni, mert egyelőre én is csak találgatok, hogy melyik hogyan működik. A szitáló eső nem zavarta a fiatalokat, akik már a szalagátvágás előtt kipróbálták a frissen kialakított parkot, ahol majdnem egy tucat különböző erősítő és nyújtó gyakorlatot lehet végezni. Egy felmérés kimutatta, hogy a magyarok egy héten alig negyed órát töltenek testedzéssel, így van hová fejlődni ezen a téren. Nagyon nagy örömmel várják a gyerekeink, alig várták, hogy már oda engedjük őket és kipróbálhassák. Egy olyan plusz lehetőség, amit a szabadban tudnak használni, levegőn tudnak kint sportolni ennek segítségével, illetve én azt gondolom, hogy a szünetekben is, tehát alig lehetett őket távol tartani, ki fogják használni arra, hogy mozogjanak, és így a mindennapos testneveléshez ez nagyon nagy mértékben hozzá fog járulni. Pécset immáron minden városrészben található egy-egy kültéri fitnesspark. Egy év alatt 6,5%-kal nőtt a szálláshelyek forgalma, tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés alapján februárban a külföldiek 7,8, míg a magyarok 5,2%-kal több vendégészakát töltöttek el hazánkban. Emelkedett a szálláshelyek bruttó árbevétele is, csaknem 10%-kal, ez több mint 23 milliárd forintot jelent. Fontosabb küldőországok között van Németország, Oroszország, Románia és az Egyesült Királyság. A szépkártya tulajdonosok összesen 945 millió forintot költöttek, szállodáink szoba kihasználtsága 48%-os. A tavasz közeledtével ismét kigördülnek az utakra a kétkerekűek, a pécsi motorosok húsvéti motoros gurulásra várják az érdeklődőket. Pénteken a Budai Vámtól indul a belváros felé a kétkeréken közlekedő nyuszis menet, a motorosok édességgel és ajándékokkal kedveskednek a járókelőknek. Lemegyünk a haltérig, a gyerekklinikára, bemegyünk, ott a kórházban lévő gyerekeknek viszünk ajándékot, utána Uránváros, a külső kerülő, a Tesco, a Makai úti Tesco külső kerülő, Pécs pláza, és a legvégén a Széchenyi tér. Széchenyi térről még fölmegyünk a Megyei utcai gyerekotthonba, ott a gyerekeket megajándékozzuk. Soha nem jelentkeztek az elmúlt 16 évben annyira kevesen természettudományi képzésre a felsőoktatásban, mint idén. Kifejezetten jelentős a visszaesés a múlt évhez viszonyítva. Még 2016-ban még közel 7000-en felvételiztek ilyen területre, idén mintegy 1300-zal kevesebben, ez 19%-os visszaesés. Ráadásul a statisztikából egyértelműen látszik, a jelentkezőknek is csak kevesebb, mint felét veszik fel, valamint az is növeli a problémát, hogy közülük sem mindenki fejezi be az egyetemet. Középiskolások számára szervezett futszáltornát a PTS sportiroda. Hétfőn az ifjúsági úti sportcsarnokban rúghatták a gólokat a pécsi fiatalok. A játékosok itt nem vegyes csapatokat alkottak, hanem saját iskolájukat képviselték a versenyben. Az utóbbi időszakban talán pénzügyi gondok miatt is, talán kicsit elfáradtak ezek a középiskolás sportesemények. Tehát az egyik ez, hogy jöjjenek össze, legyenek itt, barátkozzanak, és most ne a saját csapaton belül játszanak, hanem képviseljék saját gimnáziumokat, középiskolájukat. Az Agrárkamara perképességének megteremtése a köztestületről szóló jogszabály módosításának legfőbb indoka, mondta a Világgazdaságnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Györfi Balázs szerint ugyanis még a megyei földbizottságok nevében eljáró megyei agrárkamarák sok esetben meg tudták állítani a spekulációs célú szerződéseket. Az esetek egy részében az önkormányzat az agrárkamarai utasítás ellenére átengedte az adásvételt. A kamara a bírósághoz fordult azzal érvelve, hogy a földbizottsági ügyekben a NAK szakmai álláspontot képvisel, azok viszont az ügyek jelentős részében nem tekintették perképesnek a testületet. A helyzetet az agrárkamarai törvény módosítása tisztázhatja. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. 100-ból csak 4 magyar készít végrendeletet. Míg Amerikában a lakosság majd 45%-a végrendelkezik, addig ez a szám Magyarországon alig 4%. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a készült végakaratok jelentős része hibás, amit az örökösök rendre meg is támadnak. Az Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint évente közel 300 000 olyan végrendelet készül, melyet nem látott közjegyző. Nekem is volt jó pár olyan hagyatéki ügyem, amiben alakilag volt érvénytelen a végrendelet, de ennek ellenére át tudtuk adni. Mondja tapasztalataidról szólva Fehér Andrea. A közjegyző szerint nagyon sokan nem fordulnak a hivatalokhoz, aminek az a vége, hogy sok a hibás okirat.
A közjegyzői kamara számításai szerint tavaly közel 300 ezer végrendelet nem látott hivatalos szemét. Budapesten 100-ból több mint 90 esetben szinte biztosan megtámadják a végakaratot, ez a szám vidéken 40-50%-os. Mindez, mondja a közjegyzőnő, a két gondolkodás különbségéből ered. Jobban működnek még talán itt vidéken az emberi kapcsolatok, mint Budapesten, ahol már inkább csak nézelődői mindenféle tragédiáknak is az emberek ahelyett, hogy segítséget nyújtsanak. És én azt gondolom, hogy ebből ered az is, hogy ha ugyan hibás is a végintézkedés, de valaki tudja, hogy teljesen érdemtelen arra, hogy úgymond, mint törvényes örökös az adott hagyatékot megkapja, akkor azt mondja, hogy ezt tiszteletben tartja, és hiába hullana úgymond idézőjelbe az ölébe oda, ez az örökség mégsem tart rá igényt. A közjegyzőnél készített végakaratnak több előnye is van. A legfontosabb, hogy nem veszik el. Visszakereshető és megfelel a törvényi előírásoknak is. A végintézkedések 93%-ában végrendeletek, és csak 7%-ában öröklési szerződések. Azoknál az embereknél, akik a második feleségükkel élnek együtt, mindenkinek van már nagykorú gyereke más házastárstól, ott nagyobb talán a hajlandóság arra, hogy rendet hagyjanak úgymond maguk után, és végintézkedéssel gondoskodjanak a vagyonukról. Az elmúlt 10 évben duplájára nőtt az országos nyilvántartásba regisztrált végintézkedések száma. 4 végintézkedésből 3-at közjegyzőnél írtak. Vérnyomást és vércukorszintet is mértek, emellett állapotfelmérést is végeztek a prevenciós és egészségfejlesztési iroda szakemberei az egészségügyi világnap alkalmából a kaposvári nagypiacon. A Kaposi Mór Oktató Kórház immár hagyományosan minden évben többek között ilyen keretek között hívja fel a figyelmet az egészség megőrzésére, de emellett a szűrések és a vizsgálatok fontosságára nagy hangsúlyt fektetnek. Azért nem jó az a magas cukornak, egyéb következménnyel jár a szervezetre nézve, más szervekre nézve. 22. Ekkora volt ennek a hölgynek a vércukorszintje, ez pedig a négyszerese a normális értéknek. Az okok között legtöbbször a helytelen táplálkozás és a stressz áll, a következménye pedig akár halál is lehet. Erre hívták fel a figyelmet a Somogy megyei Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájának szakemberei, a kaposvári nagypiacon pedig sorban álltak az érdeklődők. 72,5 éves vagyok, és minden évben, amikor piacon volt ez az ellenőrzés, akkor eljöttem, és azt mondták, hogy jó, jó, jó. Bódi László, ha teheti, aktívan tölti a hétköznapokat, emellett pedig arra is odafigyel, hogy mit eszik. Hogy pármet ezek, füvet nyírok, autót vezetek, horgászok, és hát gyalog megyek majdnem mindenhová, Kaposváron buszt ritkán használok. A Somogy megyei Kaposi Mór Oktató Kórház az egészségügyi világnap alkalmából vércukor és vérnyomás méréssel, valamint állapotfelméréssel csatlakozott a kezdeményezéshez. A szakemberek nem csupán vizsgáltak, hanem tanácsot is adtak az érdeklődőknek. Nem csupán az otthonukat, a lelküket is fel kell készíteni húsvétra, hiszen a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe közeleg. Ennek szellemében a katolikus óvoda legkisebbjei is végigjárták a gyermekkeresztutat. A kicsik a Szent Margit templom 15 stációjánál ismerkedtek Jézus szenvedésével, és a jó cselekedetek fontosságáról is tanultak. Szívem megnyitom, tépe Jézusom. Énekelve és verset mondva járták be a kicsik a keresztutat a Szent Margit templomban, a gyerekeknek pedig az óvónénik mesélték el a 15 stációt s Jézus történetét. Természetesen mindez gyereknyelvre lefordítva, hogy a kicsik is könnyen megértsék azt. Azért, mert keresztre feszítették. Nekem azt tetszik, amikor felfeszítik Jézust, szeretem ők nagyon. Miért szereted Jézust? Azért meg nagyon jó. Jézus jóságát és cselekedeteit is megtanítják a legkisebbneknek a Szent Margit katolikus óvodában. Emellett a húsvét keresztényi üzenetét is átadják a gyermekeknek, amely elsősorban a jó cselekedetekről szól. Óvodában a nagybőjt időszakában nagyon fontos, hogy ne csak a környezetünket díszítsük fel, hanem készüljenek rá, hangolódjanak a gyermekek a jóra, a szépre lelkileg tudjanak készülni. Emellett az óvodában folyamatosan tanítják a gyerekeknek a kereszténység történetét.
nagybőti időszakban készítjük fel folyamatosan gyerekeket különböző tevékenységek által, hogy megismerjék a nagy hét eseményeit, melyben célunk az, hogy megtanulják azt, hogy hogyan tudnak egymáson segíteni, hogyan tudják gazdagítani egymást. Így nem csupán a templomban, hanem az intézményben is feldolgozzák a gyerekekkel a nagy hét eseményeit rajzokkal, történetekkel és játékokkal. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Kertváros jön az ÖP-nél, a terület képviselője ül be a pécsi közgyűlésbe. Közel 1 milliót kerestek az unokázós csalók, akár 7 évet is kaphatnak az elkövetők. Gyermek, ifjúsági és családi programok 5. alkalommal rendezték meg a Kertváros napot. Minden városrésznek van már fitness parkja, a sportiskolában is átadták. Kedden reggel egy hideg front éri el hazánkat záporokkal, helyenként zivatarokkal, ezzel együtt megerősödik az északnyugati szél, melyet viharos lökések is kísérhetnek majd. Reggel 7-9, délután 16-18 fok között alakulnak a maximumok, délkeleten lesz melegebb. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk, viszontlátásra!